Épp hogy befejeződött a tanítás, már is eltelt egy hét, és elszaladt egy tábor. A Vörösmartisok nem olyan rég jöttek haza Dunabogdányból. Az élményeiket fogják megosztani velünk. Itt van velünk Léder Éva, a táborvezetője, tanárnő. Szeretettel köszöntelek. És két olyan diák, akik részt vettek ezen a nyári táboron, Pintér Áron és Madács Marcel. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Dunabogdány milyen hely? Ne is a tanárnőt kérdezzük, hanem inkább titeket, akik élményekkel. Nekem nagyon tetszett az a hely, főleg nagyon jó hely. Hát, csupa kaland, csupa játék, csupa vetélkedős játékok, minden volt. Főleg az ételek, azok voltak a legjobbak. Az is? Igen. Hányadik táborodat töltötted most Dunabogdányban? Harmadikat. Igen. Akkor van összehasonlítási alapon. Voltál akkor is már a dunabogdányi táborban, amikor a felújítás előtt ti állapot? Én nem, mert hetedikbe jöttem ide, és akkor voltam először össze. Tehát ötödik, vagy hatodik és hetedik között, akkor hetedik után, és most nyolcadik után is még részt tudtál venni. És most rögtön megkérdezem a tanárnőt, mielőtt még téged megkérdeznének, hogy hogy van ez mostanság. Ott vannak a gyerekeink, elmennek a dunabogdányi táborba, ahol évek óta te vagy a táborvezetője a Vörösmartisoknak. Azok, akik kijárják a nyolcadikat, azok utoljára mehetnek el, vagy létezik még az a fogalom, hogy ifi vezető, akik esetleg később visszamennek és segítik a tanároknak a munkáját? Egy picit helyesbítenem kell, mert eddig nem én vezettem a nyári tábort, egy kolléganőm csak idéntől már azt mondta, hogy nem szeretné csinálni, tehát én most... Tehát neked az az első? Ebben az iskolában igen, de ugye miután összevonták a Lovag és a Vörösmarty utcai általános iskolát, én előtt a Lovag utcában sokat nyári táboroztattam, tehát nem volt ismeretlen a hely, a körülmény. Nekem van összehasonlítási alapom a felújítás előtti és a felújítás utáni állapotról, és nincsen sajnos olyan, hogy a gyerekek visszajöhessenek, mert hogy ez egy önkormányzat által támogatott tábor, és ezért csak az iskolásoknak szól ez a táborozás. Hát ez sajnos így van, de ha már itt tartunk, akkor milyen volt régen és milyen most? Mások voltak akkor is a gyerekek, és más volt az elvárás egy táborral kapcsolatban. Nem volt wifi, nem volt számítógép, csak maga a csillagos ég és a különféle rovarok, állatok. És nagyon jó volt egyébként a felsőtagozatosok, mind a mai napig emlegetik, hogy mennyire jók voltak azok a faházak, amikor ott lehettek. Nálunk ugye úgy volt, hogy a kicsik aludtak a kőházban, és a nagyok pedig a faházban. De igazándiból ugyanazokkal az emberekkel dolgoztunk együtt, mint most. Tehát ugye a János, aki ugye akkor is a táborért felelt, meg az asszonyok, akik ott főztek. Tehát ez nem változott, csak maga az épület lett átalakítva. Tehát gyönyörűen föl van újítva. Gyönyörűen föl van újítva, a medence is csodálatos, úgyhogy idén tudtunk benne fürdeni is, mert már azért 20 fokos volt a víz. Mondjuk a gyerekek kicsit reszkedtek benne, de hát azért ugye, ezért van a nyár. Egyébként Dunabogdány egy különleges hely, olyan szempontból is, hogy az egyik legjobb szabad strand a Dunánál ott rendelkezik. Volt-e arra példa, nem gondolom, hogy a nyár első hetében, de hogy lemennek a gyerekek a Dunára, magára fürdeni, és ott különböző programokat csinálni, mert nagyon-nagyon ideális és olyan romantikus az egész. Egyáltalán maga a Dunakanyar csodálatos, és lementünk most is persze a Dunapartra, csak most ugye árad a Duna, ezért ugye a strand homokos része, ugye az most víz alatt van, ezért ott nem nagyon tudtunk fürdeni, és nagyon nagy a sodrása most a Dunának, de évekkel ezelőtt bizony, hát lejártunk oda, és homokvárépítő verseny például azt ott rendeztük meg. Most idén ugye csak a tábor területén tudtuk ezt kivitelezni. Na milyen volt Dunabogdányban? Nem először vagyok itt, és nem is harmadjára, de nekem mindig újakat mutatott ez a Dunabogdány, és nekem nagyon tetszett. Mi a legjobb a dunabogdányi táborban? Voltál már másik táborban is egyébként a Bogdányin kívül? Persze. Hát az nem olyan természetes. Na milyenekben? Nem tudom. Tehát így nyári táborban voltam, több tábort én nem tudok fejből, de voltam azért kettőben ezen kívül, no. Másikat nem tudom. Említette itt Éva néni, hogy tulajdonképpen nagyon sokat változott
a táborozásnak a mikéntje, a körülményei, pontosan azért, mert nagyon sokat fejlődött a technika. Nektek mi a jobb a táborban, amikor elő tudjátok venni a mobiltelefont, meg ezeket a kütyüket, és ugyanazt csináljátok, vagy pedig élvezitek a természetet? Én leginkább a medencézést élveztem nagyon, meg a túrázást, mikor felmentünk a Magyaróhegyre, meg a hát túrázásokat, meg a fürdés, az volt a legjobb. Hát az teljesen természetes, azt mindenki nagyon szereti, és az idő az igen-igen kedvező volt ebben az időszakban. Mennyire lehet a gyerekeknek használni ezeket a technikai eszközöket? Tehát mindenki szabadon, vagy pedig tényleg azt lehet mondani, hogy mi annak idején, amikor legalábbis én emlékszem a táborban, azt mondtuk, hogy lehetőleg ne telefonáljanak a kedves szülők, hagyják egy hétre, és a gyerekek se hagyják egy hétre teljesen kikapcsolódni őket. Hogy néz ki a kommunikáció a külvilággal? Folyamatos a kommunikáció, tehát a gyerekek megpróbálják állandóan kézben tartani a telefont. Ahelyett, hogy egy picit elszabadulnának. Igen, és akkor mindig sértődés van belőle, hogyha amikor én ezt beszedem. Mert azért vannak olyan programok, amikor át kell adni magunkat az élvezetnek, és a telefonnal a kezünkben ez nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát valamikor bizony meg, hát volt, hogy éjszakára is beszedtük a telefonokat, de többnyire azért hagyjuk, mert a szülő tudni szeretne a gyerekéről, és ha már van egy mobiltelefonja a gyereknek, akkor ő azonnal szeretne vele beszélni. Ugye ez már csak a felső tagozatosokra igaz, mert a kicsikkel, ugye akik egytől voltak negyedikig velünk, ott volt egy telefonszám, ahol elérhetőek voltunk, és megkértem a szülőket, hogy inkább az esti órákban próbáljanak hívni, de ez sem mindig sikerült, mert ha éppen program volt, akkor fölvettem, mondtam, hogy bocsánat, program van, beszéljünk később. És nagyon megértőek voltak a szülők, hiszen az ő gyerekük szórakoztatásáról gondoskodtunk. Könnyű-e összeállítani manapság egy nyári tábornak a programját? Mennyire kellett fölülbírálni azokat a programokat, mondjuk az időjárás adta viszonyokhoz képest? Az időjárással szerencsénk volt. Volt egy terv a fejünkben, hogy mi mindent szeretnénk véghez vinni Dunabogdányban. Vannak állandó programjaink. És esténként meg összeültünk, ugye összeült a tím, és akkor megbeszéltük, hogy ha eső lesz, akkor ezt csináljuk, ha szép idő lesz, akkor azt csináljuk. Tehát ennyiben, tehát volt egy A és egy B terv, de igazándiból hál' Istennek az eső program az nem valósult meg. Neked melyik volt a kedvenc programod? Hát a fürdés, az biztos. Mindennapos volt a fürdés egyébként? Igen. Hála Istennek. Meg a étkezés. Ezek szerint nagyon-nagyon jók a szakácsaitok, hogyha ilyen jó szívvel gondoltok rá vissza. És az ilyen programként nekem leginkább a homokvárépítés tetszett, ami inkább nem is volt homokvárépítés, mert nem volt homok helyette, inkább be lehetett menni a Dunába térdig nagyobbaknak. Isten nagyobbak de közé tartoztál? Homok. Nem tudom. Hát most benn voltál, vagy nem voltál benn? Benn voltam. Benn voltál, akkor a nagyobbak közé. Hát igen, ahogy Éva néni említette, hogy ugye homokvárat nem lehetett építeni. Dunabogdányi tábor az egyfajta tábor, nagyon jó körülmények vannak a gyerekek számára, de hát nagyon sokféle egyéb tábor is van. És ha jól tudom, akkor most jelen pillanatban éppen 5 héten keresztül a napközis tábor pedagógus csapatát erősíted. 5 hét nagyon sok. Miért vállaltál 5 hetet? Hát ennek egyrészt anyagi okai vannak. Másrészt egy volt kollégámmal, aki egy másik iskolában dolgozik, mi együtt alkotunk egy csapatot, mi vagyunk a kézműves csoportban, és nagyon sok gyerek azért jön a Derkó táborba, a kézműves csoportba, mert ketten Lajos bácsival mi ott vagyunk, és mindig igyekszünk olyan foglalkozásokat kitalálni, amit a gyerekek szívesen csinálnak. Nyilván vannak állandó foglalkozásaink, mondjuk egy barátságkar kötőfűzése, de szoktunk járni ugye Óbudára, a kézműves foglalkozásra, és hát mindig megyünk valahová, tehát jövő héten strandra, megyünk az állatkertbe, tehát elég színesek a programok, és igazándiból szívesen csinálom.
Amikor a kollégáim kint voltak a napközis táborban az elmúlt héten, akkor tudom, hogy Zsolt úgy jött vissza, és azt mondta, hogy te, annyira más az egész. A gyerekek teljesen szabadon vannak, tényleg látszik, hogy az az iskola, az most nem iskola, hanem az egy tábor. Hogyan lehet megtölteni egy iskolát úgy, hogy el tudják felejteni a gyerekek, hogy mi egy oktatási intézményben vagyunk? Szerintem eszükbe sült a gyerekeknek, hogy ez egy iskola gyakorlatilag, mert annyira sok és színes a program, hogy felettetik, focizhatnak, ugye különböző szekciók vannak, és tehát nem, eszükbe nem jut szerintem, hogy ez egy iskola. Napközis táboroztok egyébként? Nem. Nem tudni. Igen? Na, és hány hetet töltesz a napközis táborba? Annyit csak tudok. Ennyire kedveled? Vagy pedig a körülmények olyanok, hogy muszáj ott lenned? Szeretem is, meg hát, hogy... Tehát jobb ott lenni, mint hogyha egyedül lennél. Első héten... Na, nem tudom, milyen nem leszek, de a második héten biztos, hogy kézművesen. Akkor ezek szerint a gyerekek válthatják, hogy éppen melyik héten, melyik szekcióba mennek. Most ezen a héten akkor melyikben vagy? Ezen a héten nem vagyok, csak jövő héten. Jövő héten kézművesbe leszel. És akkor ilyenkor kifigyeled, hogy melyik szekció mit csinál, és akkor azt mondod, hogy a harmadik héten mondjuk a kiránduló csoportba kerülsz? Vagy hogy működik ez? Jövő héten nem a kézművesbe vagyok, hanem az informatikába, azután megyek a kézművesbe, azután megyek a... Azt nem tudom. Na, akkor nézzük meg, hogy hány szekció is van. Van az úszás. Van az info csoport, van ugye a kézműves csoport, van a sport, és még a sporton belül is van még, tehát körülbelül legalább 6 ilyen nagy csoportunk van. És igazándiból az a jó, hogy ha mindent kipróbál egy gyerek. Tehát itt is vagyok egy kicsit, ott is vagyok egy kicsit, és akkor változatosabb az egész. Gondolom, hogy elég erősen összeszokott az a pedagógus gárda, akik a napközis tábort együtt csinálják végig. Évközben szoktatok-e konzultálni egymással, vagy a tavaszi időszakban, hogy készültök föl, hogy tényleg azoknak a gyerekeknek, akik a napközis táborban sok-sok hetet töltenek el, a lehető legváltozatosabb programokat tudjátok biztosítani? Igazándiból én a közvetlen kollégámmal szoktam megbeszélni így májusban, hogy már várjuk, hogy menjünk, és hogy miket szeretnénk csinálni, és amikor már ott vagyunk, ugye, akkor majd megvalósítjuk. Tehát mi ketten meg szoktuk beszélni, igazándiból a többieket nem tudom, de miután tényleg évek óta, tehát én körülbelül szerintem már 9 éve csinálom ezt a napközis tábort, és nagyjából ugyanazok a kollégák is, azért mindenkinek van már egyfajta rutinja, hogy mit lehet, mik az anyagi lehetőségeink, mert én hiába szeretnék, ugye vannak ezek a buszos programok, én hiába szeretnék, nem tudom én hova elutazni, hogyha ha nem lehet, mert nincs rá mód és keret. Tehát azért tudjuk, hogy mit tudunk bevállalni. Picit visszatérek ide Marcelhez, akinek ugye ez volt az utolsó éve az általános iskolában. Hova fogsz menni? Szent István közgazdasági szakközépiskolába. Mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Könyvelő. Könyvel, azt a mindenit. Jó könyvelőre nagyon-nagyon nagy szükség van, azt gondolom. Sőt, mi többén úgy hallottam, hogy még doktorálni is szeretnél, tehát van egy kitűzött célod. Igen. A nyarat azt hogyan töltöd el, hiszen te nem táborozol többet, vagy nem. Mégis? Nem. Lentibe még menni fogok, augusztusban. Lemegyek vidékre apukámhoz, mert nagyon jót lenni, meg a barátokhoz megyek. És amikor nem vagy lenne az apunál, és majd a lenti táborban a mostani, akit voltak osztálytársaimmal, összejövünk, és el tudunk menni moziba. Tehát akkor azért bőven barba, van szabadidős lehetőségetek. Barba. Ha már említett se került a lenti tábor, akkor ugye jegyezzük meg, hogy Léder Éva a lenti napközis tábornak is, illetve a lenti tábornak a vezetője. Egy pár év óta, ugye ez egy új helyszíne a terézvárosi gyerekeknek, egy új lehetőség, hogy lentibe is el lehet menni táborozni. Hogyan jön össze ez a csoport létszám, illetve a táborozó gyerekeknek a létszáma, kik mehetnek, kik jelentkezhettek, vagy jelentkezhetnek még a lenti táborba?
A kerületben lévő általános iskolák felső tagozatosainak hirdették meg annó ezt a tábort, ezt a táborozási lehetőséget, ugye mert testvérvárosa Terézvárosnak lenti városa. És hát ugye 5 általános iskola van, és 9 gyerek jöhet, tehát ugye 45 fő, plusz ugye a kísérőpedagógusok. Általában úgy szokott lenni, hogy valamelyik iskola sajnos nem jön, ami a mi iskolánk szempontjából egy pozitívum, mert mi így akkor dupla létszámmal tudunk menni, és még így is, hogy 18 gyerek jöhet 2 pedagógussal, még így is vannak olyan gyerekek, akik bejelentkeztek, hogy ha véletlenül valaki visszamondja, akkor gondoljak rájuk. Milyen a lenti tábornak a helyszíne, milyenek a körülményei, az adottságai? Az első 2-3 évben a laktanyában laktunk. Megvolt hát az izgalmas egyébként. Igen, de pedagógus szempontjából annyira nem volt jó, mert mégsem, tehát Dunabogdány után nem ezekhez a körülményekhez voltunk hozzászokva. Aki volt katona, az tudja, hogy néz ki egy laktanya, és milyenek ott a körülmények. Abból a szempontból csodálatos, hogy hatalmas terület van, ott aztán senkit nem zavarunk az esti programokkal, óriási tábortüzeket lehetett csinálni. Tavaly viszont már bent laktunk a városban, a kollégium épületében több részből állt, és ahhoz viszont tartozott egy sportpálya, és az, hogy bent voltunk a városban, mások voltak a lehetőségeink. Tehát tudtunk egy esti sétát tenni, mert gyönyörű szép lent, és olyan szép virágkompozíciókat csinálnak mindig nyár végére, hogy az csak gyönyörködni lehet benne. És egy kicsit Dunabogdányra hasonlít, tehát maga az ellátás, tehát ugye ott főznek, és Tami Szemszájnak ingere tavaly például svédasztalos reggeli volt. Ami ez ugye egy felnőtt valószínűleg, hogy többször találkozott, vagy olyan igen. Gyerek, aki többször utazik, de ugye a mi gyerekeink többsége nem is. Tehát hogy azt vett le a tányéról, amit szeretett volna, annyit, amennyit szeretett volna. Úgyhogy legtutibb tábor. A lenti helyszín, ugye azt mondtátok, vagy azt mondtad, hogy 45 gyereket vihettünk innen Terézvárosból, de akkor az egész tábor az 45 gyerekes, vagy pedig a lenti és a környékén levő gyerekek is használják ezt a tábori helyszínt, tehát magában vannak a terézvárosi gyerekek, vagy pedig a helyiekkel? Nem, mert általában ez úgy szokott lenni, hogy mi váltjuk egymást, de most úgy tudom, hogy ők, tehát mi most megyünk augusztus 15-től 19-ig, és utánunk, tehát azt hiszem 19-től mennek Bogdányba a lenti gyerekek. De nem akkor az ilyen csere? Igen, csereüldültetés, de még nem találkoztunk velük, tehát akkor csak magunkba vagyunk. Most azért érdekes, ez ugye mondtad, hogy a laktanyában volt régen, és ott is csak 45 gyerek? Igen. De miért? Hogyha ez egy hatalmas nagy terület volt, akkor miért csak 45? Ennyien férünk be a buszba. Ja. Bocsánat, ez egyszerűen nem jutott az eszembe. Hát, mert hogy gondolom, hogy ők is 45 fővel indulnak, ugye igen. Ott 2 általános iskolából tevődik össze, és igazándiból nem tudjuk, hogy miért 45, de szerintem a busz befogadóképessége ennyi. Egyébként nem tudom, ilyenkor, amikor beszélgetünk a táborokról, nekem óhatatlanul előjönnek a nyári táboros élményeim, hiszen rengeteg tábort vezettem, szerveztem. Ez egy külön dolog volt, amikor egy olyan sátortáborba mentünk, ahol fölállítottuk a sátrakat, ahol nekünk kellett megtervezni, hogy hány kiló lisztet, hány kiló cukrot veszünk, és hány csomag sárgarépát, még abban az esetben is, hogyha éppen volt lent a faluból egy asszony, aki megfőzött, vagy segített nekünk megfőzni. Tehát azért ezek nagyon izgalmas dolgok, de valahogy én arra emlékszem, hogy a tábornak a befogadó képessége a 110 fő volt, és nekem volt 145 gyerekem, akkor hogyan álltam neki, és szedtem a katonaságtól sátrakat még elő. Hogyan lehet azokat a gyerekeket kárpótolni, akik tegyük föl, kimaradnak egy ilyen élményből? Hogy jövőre megígérjük neki, hogy jövőre rá is gondolunk. Igazándiból nem tudjuk kárpótolni. Tehát többféle szempont alapján válogatjuk ki a gyerekeket. Egyrészt, hogy az egész évben tanúsított magatartás, illetve akiről úgy gondolja az osztályfőnök, úgy gondolom én, hogy esetleg más táborba nem tud eljutni. És tehát
gyakorlatilag, miután ez az önkormányzat fizeti, és tehát mindent ők állnak, tehát a gyerekeknek ez nem kerül semmibe, tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta jutalom. Azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy egyáltalán van ilyen lehetőség, hiszen a nyári gyermekek táboroztatása nagyon-nagyon nagy pénzeket ró egy családra. Nem egy könnyű történet. A napközis tábor, ha jól tudom, az napi 400 forint. 441. 441 forint. Tehát az egy nagyon-nagyon kedvező ár. Igen. Ezzel szemben a lenti tábor akkor 100%-osan ingyenes? Így van. Hát akkor azt gondolom, hogy tényleg nagyon nagy utalom mindenki számára. És annyira ingyenes, hogy még költőpénzt is szoktunk kapni. Ez igen. Na, ezt sem mondhatja el minden kerület egymástól. Hát nem, tényleg ez egy csoda, és nagyon-nagyon szívesen mennek a kollégák is. Tehát ugye évek óta ugyanazokkal a kollégákkal megyünk a lenti táborba, és mindenki ódákat zenk, hogy mennyire jó, de tényleg az albán cukrászdában olyan finom fagylaltok vannak, hogy hát az mindennapos program. A lenti strand csodálatos, tehát az is minden alkalommal megejtjük. És ugye miután ott van velünk a busz, ezért gyakorlatilag csak a fantáziánk szab határt, meg hát a megtett kilométer, hogy hova tudunk még, milyen programokat tudunk még tenni. Hát kívánom, hogy nagyon jó időtök legyen, hogy a napközis táborban rengeteg jó programon lehessen részt venni, hogy a táborból úgy jöjjetek haza, hogy senkinek semmi problémája nincsen, egészségesen éppen és egybe, és hogy a nyaratok nagyon gazdag legyen. Köszönjük szépen, hogy vállaljátok a táborvezetést, a táboroztatást, nektek pedig jó táborozást kívánok, és minden egyes terézvárosi gyereknek. Kedves nézőink, én búcsúzom önöktől, de ne menjenek el, mert most következik egy Majsai klip, majd a terézvárosi programajáró, utána pedig megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Én egy hét múlva várom önöket, viszontlátásra!